Békésen tűrte az autóutat a megmentett rétisas, az elmúlt napokban a szakemberek mindent megtettek a felépüléséért, lazacsal etették, ellátták, most azonban eljött a szabadon engedés ideje. Most még nyugodt, de majd levesszük azért, hogy észnék kell lenni, mert Csíp, rúg, a nagyjából hat éves hím példánynak nagy szerencséje volt, vadászok találtak rá, miután egy másik réti saspár területére tévet, melyek megpróbálták elüldözni. Mikor megtaláltuk őket, mind a kettő a földön volt, a másik az elrepült, ez pedig bele menekült egy patakba, onnan bányáztuk ki. Mivel a patak elég gyorsodrású volt, mert most engedik a... Tehát elég sok csapadék volt, és túlcsurdultak a tavak hát valószínűleg vagy elsodródott volna a vízzel, mert elég meredek a part is nem bír kimászni, vagy kóbor kóborkutya, vagy valami más állat esetleg megfogja, mert hideg is volt, maga tehetetlen volt, a szárnyán voltak sérülések meg a fején, de jó, ezeket kikupálták az állatorvosok, hála Istennek. A tóvidék ideális környezet a rétésas életmódjához 30 évvel ezelőtt mégis vészesen lecsökkent a számuk. Mint a legtöbb nagy testű madárra, így erre a fajra is a nagy feszültségű vezetékek jelentenek veszélyt. A szolgáltatókkal történt egyeztetésnek és a természetvédelmi szakemberek munkájának köszönhetően számuk ma már gyarapszik. Ez egy kontinensen belüli költőállomány, tehát elkülönül az északi a tengerpartokon költő rétésasoktól, hiszen ez egy tengerisasnak hívott madár. A magyar állománya az most per olyan 250 párra tehető nagyjából. Komárom Esztergó megyébe 5-7 pár közötti, tehát 5 pár fészek van meg, és nagyjából még egy 2-3 pár valószínűleg bujkálhat valahol. Fokozottan védett természeti érték, 1 millió forint a természetvédelmi értéke, és egy nagyon korán költésbe kezdő madárfa, hiszen már akár január elején, január közepén is lerakatja a tojásait a pár. A rétisas hímje jellemzően kisebb a tojónál, melyek súlya akár a 6 kg is elérheti. Az idősebb példányokat a legkönnyebb felismerni, sárga csőrük és fehér farok tolluk messziről látható. A most szabadon engedett példány távolsága a két métert is meghaladta.